Handicappel indultunk, mivel a második percben a Vörös Vincet le kellett cserélni, akinek a hiánya ma azt hiszem, hogy élesen látszott. Aztán elkövettük a szokásos hibát, saját bedobásból kaptunk egy gólt, aztán meg kijöttünk, kitámadtunk, egy nagyon szép akció végén egyenlítettünk, egy-egy, és a levegőbe lógott, hogy megnyerik a mérkőzést, és egy ilyen kontratámadással. Kettő, de még utána is voltak, hát csak összegzésképpen, nem akarom én ezt színezni. De rúgtunk két kapufát, akkor ez a Peti, akit most begyötörte ezt a szépítő vagy becsület gólunkat, az átemelte a kapuson a gólvanról, hozták ki a labdát, a Karvaimbi kapufát rugott, a Gyüssi átemelte a kapufá pattant. Szóval nem akarom én ezt tényleg ragozni, de ott meggyőző helyzeteink voltak. Ott tényleg a szomárságunkon, meg a rutintalanságunkon, meg a mondhat így nyugodtan, hogy a butaságunkon múlott, hogy vesztesen hagytuk el a pályát. Akkor tényleg nagyon sajnáltam őket meg valahol. Egy kicsit derbilátással töltött el a mai napra, hát sajnos ebből ma nem sok mindent láttunk vissza. Eleve ugye úgy érzem, hogy a védelemnél óriási hiány ez a Vince, akinek MB2-es tapasztalata van. Megint elkövették a szokásos hibát, mert mondanom sem kell. Megint szögletből kapunk gólt, megbeszéljük ide, odaállunk, amodaállunk, gyakoroljuk, ez, és akkor megint kapunk egy ilyen izet, ami megadta tulajdonképpen az alaphangot, mert ha bemegyünk a fél időbe, ha, tudom, hogy ez egy ilyen olyan kategória, amit nem élik emlegetni, de 0-0-al vonulunk be, egész másképpen tudjuk rendezni a viszonyokat, mint kapni a 44. percben egy gólt. Hát itt meg megint ez a kis fiatal gyereknek a szamársága miatt kaptuk a másodikat, aztán utána már tényleg azon volt, hogy ha szórakozták velünk, nem mondjuk így nyugodtan. Nem is, egyik se fog ennyire fölén kerekedni. Csak éppen ő be fogja rúgni, ő ki fogja használni, ő szellemesebben oldja meg, mint mi. Mi meg észben is lassúak vagyunk, pályán is lassúak vagyunk. Hát ennek most meg lehetne vizsgálgatni az okait, de hát én nem szeretnék ebben most benne menni. Summa-summarum, nagyon remélem, hogy azért itt az összeges képe majd rájönnek, hogy üdülőhelyről nem lehet eljönni futballozni. Ezt már egy pár szóval mondtam, de gonosz vagyok. Amíg a dolog nem egységes, és, mert itt összefügg minden mindennel. Még valaki gondol egyet, és elmegy egy hétig ide, elmegy egy hétig oda, és azok mondjuk meghatározó játékosod is. Akkor itt nagyon-nagyon nehéz rendet tartani. Rendet tartani, meg eredményt is elérni. Ezek a dolgok valahol összefüggenek. Ez nem megy, megint azt kell mondjam. Mert itt kijönnek rögtön azok a hibák, amik ott nem voltak, hogy mondjam, perdöntőek, mert az ellenfél esetlegesen nem volt annyira képzett, hogy ezeket kihasználja. Ott is voltak meleg percénk, csak hát erről már nem beszél senki sem. Na most, amit akinek ezt be kellene töltenie, az végső soron, ha jól játszik, akkor betölti. Csak ez a borzalmas ebbe az ügynevet irányító posztban, hogy ez kívül borzasztó csúnya is tud lenni, ha azok az indítások, mit tudom, egy méterre mögé mennek, vagy egy méterre, és akkor utána azt mondják, hogy hú, de gyengén játszott. Ugyanakkor, ha azok bejönnek, akkor azt mondják, hogy ez természetes dolog, mert mozgatja a csapatot, jókat indít, hát ebből már nem sok mindent láttunk, ez az igazság. Ennek aztán megint van több összetevője, mert ez nem csak azon múlik, aki elindítja azt a labdát, hanem az is, aki fogadja, hogy olyan pozícióba álljon, hamarabb mozogjon le a védőről. Tehát összetettebb dolog ez, mint egy kézlegyintéssel ezt elintézzük. A múlt héten a Karvaimi szenzációsan futballozott, azt mondjuk ki nyugodtan, nagyon jól játszott, a Korodi Laciba pedig potenciálisan gól van, amit ma hát sajnos nem láttunk tőle. Na most ilyen emberkét egymás mellől
hogy mondjam, nem is, hogy elszedni, hanem a régi tapasztalat, ők egymás mellett is játszottak, tehát egy kicsit összeszokottabbak. Egyik az mondjuk a múlt héten bizonyította, a másikban meg viszont a múltja alapján potenciálisan benn van a gól. Tehát ez indokolta az egyiket, a másik pedig hát egy alaphelyzet, hogyha elkezdjük azt vizsgálgatni, hogy a két 21 évest eleve be kell rakni, most az a 21 éves, aki számításba jöhetett volna, vagy aki az a Miki, ugye, horvát Miki, most ne boncogassuk, másfél hete edzett utoljára, az, hogy tegnap itt mozgott, meg tegnap előtt, azt hiszem, a másfél hete nem pótolja. Tehát ő eleve kiesett, mint kezdőjátékos, akkor játszhatnunk kellett ezt a fiatal kis 18 éves makot, aki hát olyan teljesítmény nyújtott ma, amilyen nyújtott, ugyanakkor a jobb hátvéd poszton meg szintén kellett játszhatnom egy 21 éves, több nem is volt. Mert a Szedlacsek Zoli pedig fölvették az egyetemre és gólyatáborból. Tehát aztán van egy sérültünk, 21 éves, akkor adott is. És ebben az egészben az a szomorú, hogy a két 21 éves köré kell összerakni a csapatot. Na, ha ez még hozzáteszem, hogy a Vörös Vince se volt itt ma, akkor hát most nem akarom én itt magyarázni a bizonyítványt, de körülbelül ez jön ki belőle. Egyrészt tehát egyik oldalon az edzetlenség, másik oldalon bizonyos fokú, hogy mondjam, nem teljesítés, mondjuk ki nyugodtan, tehát nem teljesítették ezt egy páron, amit az ember jogosan elvár a képessége alapján, Az bizony ilyen dolgokat. Talán kell is ez a másfél hét, hogy rendezzük a sorokat, hogy szeptember 14-én fogjuk Budapesten lejátszani. Csak megmondom őszintén, hogy alapján egy kicsit pessimista vagyok, mert ez a másfél hét alapján véve az alapproblémájákat nem fogja megoldani. Tehát, hogy most hogy szerkezetileg is tudjunk változtatni. Tehát én úgy érzem, hogy az jó, föl lehet kicsit tölteni őket fizikailag, ami rájuk is fér, bár én nem láttam, hogy itt alapján van véve olyan fizikális problémáik voltak, bár egy-egy átadásnál az kijön a mögött, mondjuk edzetlenség is van, sok pontatlanság mögött, de az alapvető problémákat nem látom én. Tehát a csatárjátékunk ettől még nem fog, mit tudom én, az egekben nőni. Szóval ilyen vonatkozásban kicsit pessimista vagyok. Jó!